Ezúttal az amerikai kereskedelmi kamara Workplace és Facility Management bizottságát látjuk vendégül. Ebben a bizottságban a tagvállalatok megosztják jó gyakorlataikat egymással, és az aktuális kérdéseket vitatják meg. A mai témánk a well-minősített épített környezet, illetve a well-being programok kapcsolatát vizsgálja. Előadóink lesznek a DVM Group-tól Kis Ida, ő a British Petrol amúgy well-minősítés alatt álló projektjének vezető tervezője, illetve a tavalyi évben megalakult Wellbeing Szövetség három alapító tagja fogja bemutatni a Wellbeing Szövetség három alap pillérét, a mentális, a környezeti és a pénzügyi jólétet, hiszen ezek összefüggenek. Előadóink tehát Faragó István, ő a mentális wellbeingről fog beszélni, Sipos Csaba, ő a pénzügyi jólétről, és jó magam pedig a környezeti jólét kapcsolatát fogom vizsgálni. A BP nyerte meg 2021-ben az év fenntartható irodája díjat, ami nagyrészt köszönhető annak, hogy a környezet tudatossági és fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve terveztük a tereiket. Ehhez nagyon fontos támpontot nyújtott nekünk a WELL akkreditációs rendszere, ahol a kollégáknak a mentális és fizikai jóléte abszolút előtérbe kerül, és mi e köré rendeztük a belső tereket, az anyaghasználatot, fényeket, színeket. Ennek köszönhetően egy valóban fenntartható és nagyon inspiráló iroda jött létre. Szerintem mindenki érzi azt, hogy a mentális és a fizikális egészség az mennyire fontos. Ebben a külső környezeti bizonytalanságban, ebben a kiszámíthatatlan környezetben azt gondolom, hogy mind vezetőként, mind pedig munkavállalóként fontos az, hogy tudatosan figyeljünk oda magunkra, és erre teret és lehetőséget biztosítsunk a munkavállalóknak. Azt is látjuk, hogy általában a HR-nek erre van a legkevesebb feladata, pont ezért próbáljuk ezt szövetségi keretek között oktatással és képzéssel is megsegíteni. Tehát, hogyha valaki azt gondolja és azt érzi, hogy kellene ezzel a témával foglalkoznia, akkor keresse a Wellbeing Szövetséget, keresse azokat a képzéseket, amelynek a segítségével olyan belső szakértőket képzünk, akik belülről teljesen önállóan tudnak ilyen programokat menedzselni és vezetni. Kevesen tudják, hogy a Wellbeing a jóléthez a testi, lelki, pénzügyi jólét is hozzátartozik, ebből a háromból tevődik össze az, hogy valaki valóban jól is érzi magát. Én személy szerint pénzügyi jólét előadásokkal foglalkozom, főként több száz, több ezer fős, főként SSC multivállalatoknál. Miért is van erre szükség? Alapvetően mindig azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy valaki csak fizetést ad, vagy a dolgozói jövőbeni céljait finanszírozza. Önmagában szerintem azzal, hogy az elmúlt 10 évben növeltük a fizetéseket, csak azt bizonyítottuk be, hogy azzal csak növeljük a kiadásokat, de jobban élni nem biztos, hogy megtanult ezzel a dolgozó. Úgyhogy én azért szeretek tenni, hogy mielőtt adunk valami pluszt, bónuszt, prémiumot, fizetésemelést, adjunk tudást, hogy utána jobban beosszuk ezt a bevételt.